A tavalyi év folyamán a Tijana Jurić Alapítvány több mint 20 iskolában járt felvilágosító körúton. Az előadások alkalmával az alapítvány munkatársai az erőszakmentességet hangsúlyozva a gyermekek biztonságát helyezték előtérbe. Az előadások eddig csak szerb nyelven folytak, de az alapítvány idén már a magyar osztályokat is felkeresi. Köszöntöm Igor Jurićt, az alapítvány vezetőjét. Jó napot kívánok! És velünk van még Németh Mihaela, az alapítvány egyik tagja, és Daniella Jurczak is. Jó napot kívánok! Tehát a napköziben akkor először Igor Jurićjal, az alapítvány vezetőjével beszélgetek. Őtől kérdezem, hogy mikor kezdik meg a magyar nyelvű oktatást, és hány iskolát ölel fel a program? Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy az önök médiaházának a vendégei lehetünk. Ami a magyar nyelvű képzéseket illeti, azt kell, hogy mondjam, jó magam igen türelmetlen vagyok. Eddig számos felkérést kaptunk a magyar tannyelvű osztályoktól, hogy számukra is tartsunk előadásokat. A gyermekek még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi veszély leselkedik rájuk a világhálón. Az előadásokat a második fél év elejétől kezdjük. Amit szeretnénk, az az, hogy eljussunk minden olyan iskolába, ahol magyar nyelvű osztályok működnek. Addig, amíg minden iskola magyar osztályát nem keressük fel, nem hagyjuk abba a munkát. Lehet, hogy kissé korábban kellett volna kezdenünk, de úgy gondoljuk, hogy sohasincs későn. Kellett idő, hogy felkészüljünk, hogy minőségi előadásokat tudjunk nyújtani, ahogy ezt eddig is tettük a szerb osztályokban. Megismétlem, ez számunkra nagyon fontos projekt, mert ez az első alkalom, hogy egy szervezet a nemzeti kisebbségek nyelvén, vagy mondhatjuk azt is, hogy magyarul tart előadásokat, a gyermekek biztonságára hívva fel a figyelmet. Erre nagyon büszkék vagyunk. Kik lesznek az előadók, akik majd felvilágosítást adnak, és milyen témaköröket érintenek? Kérdezem Mihaelát. Hát a biztonságos internet használatról való oktatást azt jó magam és Daniela kolléganőmmel fogjuk tartani. Először együtt, utána majd külön-külön is, ha szükség lesz rá, ahogy szerb nyelven, úgy magyar nyelven is. Mennyire felvilágosultak a mai fiatalok a biztonságos internet használatról? Hát sajnos egyáltalán nem, mivel ők már ma a mobiltelefonok is a számítógépek időszakába születtek, és nem volt aki, a felnőttek sajnos nem voltak felvilágosítva, hogy mi minden történhet az interneten, és nem volt aki megtanítsa őket, ahogy bármi mást is tanultunk az életünk folyamán. Úgyhogy sajnos nem eléggé vannak felvilágosítva, és most szükség van arra, hogy valamilyen formában információkat kapjanak. Lehet, hogy a szülőket is fel kellene világosítani? Igen, az előadások felnőtteknek is szólnak. Daniela, eddig több mint 20 iskolában jártak. Milyen visszajelzésről, eredményekről számolhatnak be? Hát miután több tucat iskolában jártunk, mint bizonyossá váltunk sokszor, hogy a gyerekek többségének már az általános iskolákban több mint 500 vagy 1000 ismerős van a közösségi hálózatokon. Eléggé gondatlanok, és sokszor problémába eshetnek úgy. Amit én sajnos, hogy a gyerekek nem veszik komolyan, hogy bárki közülük erőszaki áldozat lehetne, például pedofília, vagy emberkereskedelmi áldozat lehetne. Mink igyekezünk rámutatni, hogy mi jó, és mi a teendő, hogy csökkentsék a kockázatokat. Mennyire befogadók a diákok? Tehát fogadják az önök előadásait, az önök szavait isszák, hogy úgy mondjam? Hát igen, mivel példákat is szoktunk mondani, amik tényleg valós példák, akkor itt meg szoktak egy kicsit lepődni, meg úgy látjuk rajtuk azt, hogy elkezdtek gondolkodni azon, amit mesélünk, mert nem csak az a cél, hogy csak információkat adagoljunk nekik, hanem az is, hogy tényleg felfogják, hogy ez reális, valós eset, és hogy megtörténhet bárkivel. Igor, ebben az évben is sok tervük van. Emeljük ki néhány jelentősebb tervet. Imam az ezt a mnogo, da kazim. Valóban sok tervünk van ebben az évben.
Amit kiemelnék, mert fontos projekt, az a gyermekek oktatása, felvilágosítása a gyermekkereskedelemről, emellett, hogy hogyan védjék ki a világháló veszélyeit. Tiana egy példás, jól nevelt, szófogadó gyermek volt. Csak 7 percig maradt egyedül a sötét utcán, és megtörtént a tragédia. Azt szeretnénk, hogy ilyen és ehhez hasonló tragédiák ne történjenek. Ezért szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy mennyi veszély leselkedhet rájuk, akár az utcán is, ha óvatlanok. Tehát nagyon sok tervünk van, de csak hogy néhányat kiemeljek, a Tiana Klik előadással az internet veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, most már magyar nyelven is, és júniusban tervezünk egy fesztivált Bajmokon, aminek a kultúrával az erőszak ellen elnevezést adtuk. Etno jellegű zenei eseményre gondoltunk, amelyen a gyermekek a saját nyelvükön énekelnének egy hagyományos dalt. Tehát valóban sok tervünk és aktivitásunk lesz. Biztos vagyok benne, hogy sikerül mindegyiket véghez vinnünk. Köszönöm szépen, hogy bejöttek hozzánk a napközébe. Köszönjük.